Köszöntök mindenkit a Mi az Ánk mozgalom frakciójának, parlamenti frakciójának rendkívüli sajtótájékoztatóján, amelyet azért voltunk kénytelenek összehívni, mert olyan történt, amelyre hát legalábbis az újkori demokrácia történetében én azt gondolom, hogy még nem volt példa. Egy teljes parlamenti frakció kapott halálos fenyegetést, méghozzá nem burkolt fenyegetésről van szó, hanem itt egészen konkrétan a Mi Hazánk mozgalom frakciójának, tagjainak meggyilkolását helyezik kilátásba. Ez a fenyegető üzenet Ukrajnából érkezett, ukrán és magyar nyelven, magukat ukrajnai háborúban résztvevő harcosoknak mutatják be ebben a fenyegető üzenetben, amelyet egyébként az én nevemre címeztek, tehát úgy kezdődik, hogy Torockai, viszont megkapták a parlamenti frakciónk tagjai, a párttársaim is, ahogy ugye ebben az üzenetben is rajtam keresztül vagy rajtam kívül azért őket is megfenyegetik azzal, hogy meggyilkolnak minket, azzal, hogy felrobbantják az autóinkat, illetve a pártirodánkat is felrobbantják. Ilyen jellegű és ilyen súlyos fenyegetés, amelyet azért mégiscsak komolyan kell venni, hiszen Ukrajnában háború van. Ilyen még nem történt az újkori magyar demokrácia történetében. A fenyegetés az egyébként képeket is mellékeltek, amelyen ukrán harcosok vannak maszkban, illetve a mi arcunkra pedig egy ilyen halálfejet vagy koponyát montíroztak oda. Ezzel kapcsolatban a szükséges feljelentéseket, illetve a szükséges hatóságok tájékoztatását megtettük. Úgy tudom, hogy a központi nyomozó főügyészség már nyomoz is ebben az ügyben. Mi ezzel megtettük, ami azt gondolom a kötelességünk. Természetesen semmilyen szinten ez a halálos fenyegetés, ami az ukránoktól, Ukrajnából érkezett, nem befolyásolja a Mi Hazánk mozgalom tevékenységét. Minket nem lehet megfélemlíteni. Eddig sem lehetett megfélemlíteni, ezután sem lehet. Kárpátaljával kapcsolatban, az ukrajnai háborúval kapcsolatban továbbra is elmondjuk a párt álláspontját, továbbra is kiállunk a kárpátaljai magyarok mellett, továbbra is kiállunk a történelmi magyar igazság mellett, hiába fenyegetnek. És én azt gondolom, hogy ennek az egész ügynek a legfontosabb üzenete az nem velünk kapcsolatos, hanem Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos, azzal kapcsolatos, hogy miközben Ukrajna támogatást vár el a magyaroktól, Magyarországtól, ez legyen politikai támogatás, vagy például Ukrajna finanszírozása, tehát az európai és a magyar adófizető polgárok finanszírozzák annak az országnak a működését, amelynek nem csak, hogy ilyen állampolgárai vannak, akik halálos fenyegetéseket küldözgetnek magyar parlamenti párt tagjainak, hanem maga az ukrán kormány, annak a külügyminisztere szintén csatlakozott ehhez a fenyegetéshez, nem elhatárolódott egy ilyen fenyegetőzéstől, hanem azt mondta, hogy Putyin foga is beletört Ukrajnába, Torockai László foga is bele fog törni Ukrajnába. Én most hadd ne minősítsem ezt az állítást, vagy azt, hogy Putyinnak mennyire tört bele Ukrajnába a foga. Én azt gondolom, hogy külügyminiszter nem tehet ilyen fenyegető kijelentéseket, és az Európai Unióban semmi keresni valója nincs egy olyan országnak, mint Ukrajna, amelynek az állampolgárai így fenyegetőznek, vagy amelynek maga a külügyminisztere is rendszeresen megfenyeget más országokban politikusokat.